Először is nagyon szeretném megköszönni minden vendégcsapatnak, hogy eljött és emelte a napfényét ezzel, valamint a játékával. Hosszú volt ez az út, amíg eljutottunk mi idáig, mert nem biztos, hogy ti tudjátok, de mi most voltunk 5 évesek. 5 éve, hogy van Kecelen kosárlabda. Korábban itt semmilyen formában nem volt ilyen sport, és amikor elkezdtem, akkor nem gondoltam, hogy 5 év múlva ilyen nívós tornát tudunk itt létrehozni, köszönhetően nektek, és hogy ilyen messziről Bács-Kiskun megyén kívülről is el tudnak jönni ide csapatok, és oda is eljut, hogy itt van kosárlabda. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben segített, mind a szülőknek, de elsősorban Suhajda Magdolnának, Bagi Bertalannak és Widner Attilának, akik pénzt és időt nem sajnálva segítettek itt engem ez alatt az 5 év alatt, és segítettek abban, hogy itt Kecel városában ilyen nagy játéktudású csapatokat fogadhassunk, mint ti. Amikor elkezdtük, 4 lánnyal és 1 fiúval kezdtük el ezt vasárnap délutánonként. Most már közel 60-an vagyunk játékosok, és hát ha volt játékosokat számolom, akkor már közel 100-an. Ez az út nem jöhetett volna létre olyan szülők nélkül, mint a Widner szülők, akik nem csak támogattak, de mindkét gyermeküket rám bízták. Ugyanígy köszönet illeti a Mizser szülőket, vagy a Lavati szülőket, akik megtiszteltek azzal, hogy mind a 2, illetve mind a 3 gyermeküket a tanítványaim közé adták, és segítenek nekem mindenben. És akkor még a Kovács Gabiékról nem is beszéltem, Kovácsné Gabiékról, akiknél szintén mind a 2 lány itt játszik, és hát a segítség az abszolút elvitathatatlan. Kicsit fájó szívvel nézek vissza erre az 5 évre, mert rengeteg kudarc és nehézség volt, de amikor rátok nézek, akkor óriási öröm, hogy egyáltalán itt lehetek veletek. Gratulálok minden csapatnak az elért eredményhez, és még inkább a játékhoz. Remélem, hogy még sokszor találkozunk, és sok nívós meccset láthatok. Azt gondolom, hogy ez a torna a Vártnál nagyobb küzdelmet és jobb játékot hozott, én legalábbis abszolút ezt gondolom. Az ifjabbakkal kezdeném az eredményhirdetést. Kedves Gáspár, mi nem csak az 5 évet szeretnénk megköszönni, hanem most egy olyan dolog is történt, amivel az utánpótlás csapatot, illetve remélhetőleg a kosárlabda csapatot is erősített. Szeretnénk gratulálni a 2 csemetéhez, akivel erősíted majd ezt. Gratulálunk. És fogad szeretettel tőlünk. Visszatérve az eredményhirdetéshez, az U12-vel 3. helyezett lett a Mohács csapata. Azt gondolom abszolút megérdemlik a tapsot, mert nagyon nagy küzdelemben maradtak alul. Segítséget hadd kérjek, Dóri! Gratulálok! Az oklevelek készülnek. Köszönöm.
Igen, azt gondolom, hogy ha gratulálok még egyszer a Mohács csapatának, és hát gratulálok a Bátaszék csapatának is, akik az ezüstérmet szerezték meg. Kérem, fáradjatok ki! Első helyezett lett a Kecel csapata, a hazai csapat. Gratulálok! Fájlódjatok vissza, kérlek! Legjobb játékost is. Az U12-es korosztályban kiosztásra kerül még egy díj. A torna legjobb játékosa, aki Kiri István lett. Gratulálok, kérem, fáradjon ki! Végül, de nem utolsó sorban, a vártnál nagyobb küzdelemben dőlt el az U18-as torna is. Én megmondom őszintén, mind a három csapattól sokkal gyengébb játékra számítottam, és számomra ez óriási meglepetés és óriási öröm volt, hogy ilyen színvonalas mérkőzéseket tudtunk veletek játszani, és játszottatok egymással. Remélem, még sűrűn fogunk találkozni, és összemérhetjük a tudásunkat. Akár ebben a csarnokban, akár a tiétekben. A harmadik helyezett lett a Bátaszék csapata. Köszönöm.
Gratulálok a bátaszékieknek, és gratulálok a mohácsiaknak is, mert egészen biztos vagyok benne, ha egy kicsit hosszabb a cserepad, akkor ez egy sokkal szorosabb, és lehet, hogy más végeredményű mérkőzés lett volna. Köszönöm, hogy ilyen színvonalas meccset láthattam itt. Azt gondolom, ez volt eddig itt a két legjobb csapatnak a találkozója ebben a tornateremben. Engedjétek meg, hogy átadjam az ezüstérmeket. Végül, de nem utolsó sorban, a hazai csapat, aki megnyerte ezt a tornát. Gratulálok! Gratulálok a csapatnak! Várjatok! Remélem a vendégcsapatok nem orrolnak meg rám, de a legjobb játékos díját is a hazai csapatból szavaznám meg Fejes Arnoldnak. Mert ő azt gondolom, hogy elég nagyot nyújtott. Van nálunk még egy hagyomány, amit minden évben el szoktunk követni, ez pedig az év legjobb játékosának járó díj. Ez általában nem a legjobb játékosnak, inkább az év játékosának szól, amit nem csak a játék tudás, hanem a fejlődés, az elhivatottság és az a tény, hogy itt vagy minden edzésen, mindent kiteszel a csapatért a pályán is, és azon kívül is, és értékes tagja vagy ennek a csapatnak, erősíted a csapatszellemet, és példát mutatsz a többieknek. Az idei évben az év játékosa Bóna Bálint. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és remélem hamarosan újra találkozunk. Aki az All-Star-on
részt kíván venni, annak azok kérem foglalják el az öltözőket a bal oldalon, és kezdődjék egy gála mérkőzés. Ismételten jelentkezünk innen a keceli városi sportcsarnokból. Ugye az ötödik évfordulóról, ahol a keceli kosárlabda ünnepel. Ünnepli azt, hogy 5 éve fönnel, és ünnepli azt, hogy már egy elég komoly utánpótlás bázist tudott kiépíteni. Ugye mai nap folyamán mindkét csapat közvetítésekből is látszódott. Mindkét, tehát az U10-es és az U18-as kosárlabda csapat is aranyéremmel és kupával végzett a mérkőzésen, tehát első helyzést szereztek meg. Nagy csatákban, nagy küzdelem árán, tehát egyáltalán nem volt, úgy gondolom, könnyű ez a nap. És hát ugye a nap fénypontja, egyik fénypontja maga az All-Star mérkőzés, ahol azok a játékosok jelentkeztek játékra, akik az elmúlt 5 év alatt megfordultak a kiskunsági KSE palánkjai alatt. Megmondom őszintén, itt-ott én is bajba leszek, olyanokkal, akiket esetleg még nem is ismerek, de többüket igen. Olyanokat is látunk most a pályán, akik a napközben is játszottak már, mint ahogy most a középtávoli dobást beejtő Molnár Ákos. De most egy Szilágyi mester is most ezúttal játékos szerepében a pályán. Jönnel a volt most a labda. Őt látjuk ugye 17-es számmal játszani. Gyors játék. Most már azért lényegesen lazább, nem olyan kötött maga a játékstílus, mint ahogy ezt a mai nap folyamán megszokhattuk. Ez most már inkább, mint egy All-Star mérkőzés, a közönség szórakoztatásának szól. Elég sokan eljöttek a mai nap folyamán megnézni ezeket a mérkőzéseket, amiket itt rendeztek. És örömünkre szolgál az is, hogy azért az All-Star mérkőzésen is még többen itt maradtak, többen úgy érezték, hogy itt maradnak, megnézik ezt a mérkőzést. Közben egy kis technikai nehézség volt. Nézzük tovább a mérkőzést. Dunai Péter, Suhajda Kitti védekezik rajta, és be is akadt a 3 pontos. Tehát a fehér csapat, mondja Labati Gergő, Suhajda Kitti, Csehi Máté, Sárvár Járni és Szilágyi Gáspár, másik csapatban pedig Kubik Dávid, Mészáros Márk, Matusik Tamás, Dunai Péter és Molnár Ákos. A center harc itt a pálya bal sarkában. Cservárján hozza fel a labdát. Szilágyi Gáspár. Suhajda Kitti. Ez a dobás tényleg a gyűrűből jött ki. Dunai Péter egy kihagyott tempója után Gubik Dávid összeszedte a labdát és a palánkra tette. Felvárni egy dobás kísérlettel, ez lejött. Közben, amíg megy a mérkőzés, addig egy pár szóval megemlítem azt, hogy 2010. októberében kezdődött maga az utánpótlás nevelés, kosárlabdázás itt helyben, mint ahogy említettem korábban is, amolyan hobbi jelleggel, de aztán az évek folyamán rájött Szilágyi Gáspár, hogy egyre többet ki lehet hozni ebből a csapatból. Nagyon akaratos és kitartó kis társaság jött össze hétről hétre. Ugye az első csapata a kiskunsági KSE-nek egy lány streetball csapat volt. Ugye ez egy akkor még serdülő korosztályú, tehát 14-15 éves lánycsapat. Majd ebből a lánycsapatból épült ki egy nagyobb, egész pályás kosárlabda lánycsapat. Itt már akkor már 10 fő fölött szerepeltek bőven egy térségből, jellemzően inkább Akasztóról és Kiskörösről
érkeztek játékosok, akik beálltak ebbe a csapatba. Nem Törzsgárdát azért a keceliek adták. Regionális női bajnokságokban majd streetballokon és egyéb más meghívásos tornákon vettek részt a lányok, olyan nagyon szép eredményeket is értek el. Majd amikor elérkezett az időszak, ugye minden utánpótlás edzőnek feladja azért sokszor a leckét, az időszak, amikor ugye kiöregednek a játékosok és elérik azt a kort, amikor már egyetemre vagy főiskolára mennek, ilyenkor ugye számolni kell az a lehetőséggel, hogy nem tudnak edzéseket vállalni helyben, kisebb városokban, muszáj ugye nagyobb egyetemek, főiskolák városaiban tanulniuk a továbbtanulás miatt. Ilyenkor ők ugye nehezen tudják vállalni azt, hogy mérkőzésre itt legyek, vagy egyáltalán edzésekre bejárjanak. Akkor alakult, akkor fejlődött ki, hogy a nap folyamán látott fiú kosárcsapat, akkor mondjuk 14 éves korosztályból, ugye most már 16-17 évesből összeálló csapat. Majd nagyon szép eredményeket tudtak már elérni, és azért itt még az idősebb játékosok tekintetében még azt gondolom, hogy bőven van időnk, de bőven van időnk, pedig egy másfél-két évet számolunk. De az utánpótlás bázis, hogy adott, ugye láttuk az U10-es korosztályt, tehát abból a korosztályból is még azt gondolom, hogy egy jó pár éven belül már egy jó kis gárda kezd kialakulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maga a folyamatossága megvan a keceli kosárlabda sportnak, úgyhogy én bízom benne, hogy nagyon sok mérkőzéssel szórakoztathatjuk még itt a keceli kedves tévénézőket. Közben visszatérve egy kicsit a mérkőzésre, a fehér csapat 8-5-re vezet. Alapvetően egyébként az All-Star gálák története, az az 50-es, 60-as évekre nyúlik vissza, Amerikából származik a kosárlabda, mint ezt tudjuk. Bizonyos James Naismith professzor találta ki, aki a diákjai szórakoztatását, pontosabban az unatkozásokat szerette volna elkerülni azzal, hogy kitalált egy sportot, és ez a sport ez még akkor elég kezdetlegesen két fonott kosárnak az alját kivágta, és egy torna pályának a két galéria szegletébe szerelte föl, csavarozta föl. Ugye eleinte még nem is volt kivágva maga a kosárnak az alja, hanem a galériára föl lett állítva két ember, vagy adott esetben létrára, és a bedobott kosarakat a kosárból ők dobálták ki. Akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha lyukas lenne ez a kosár, ne kelljen fölmászni mindenk valakinek kiszedni ezt ebből a kosárból. És hát ugye innen indult ki maga a kosárlabdázás, és ugye visszatérve az All-Star Gála, amit korábban említettem, 40-es, 50-es évek, inkább 50-es évek Amerikájában kezdődött, ez gyakorlatilag az amerikai profi kosárlabda, ez a National Basketball Association-nak a saját rendezésű tornája, elsősorban a nézők szórakoztatására van, hogy ezt minden év februárjában megrendezik, mindig egy adott városban. És hogyha képzeletben az amerikai Egyesült Államokat elfeleznénk, akkor kelet és nyugat irányban, akkor azt mondhatnak, hogy lenne egy kelet, egy east, és egy nyugati, egy west kontinens. Ugye ez alapból egyébként a bajnokság kelet és nyugati ágból épül fel, és ezek is tagozódnak kettő-kettő ágra, ezt most hagynám. És ebből a két válogatottból áll össze egy All-Star csapat. Ez nem is olyan rég volt, hogy kb. 10-15 éve Magyarországon is már immár a hagyomány, hogy itt Magyarországon a karácsony közelettével köszön be ez az All-Star mérkőzés, ahol nézői szavazatok alapján, hangsúlyozom, tehát nézői szavazatok, rajongói szavazatok alapján állnak össze ezek a csapatok, és tehát lényegében egy ilyen örömjáték, jutalomjátékot mutatnak be benne a pályákon. Ugye innen jött az ötlet, vagy merített az ötletet Szilágyi Gáspár is, egy ilyen All-Star gálát hoz létre, még annak ellenére is, hogyha itt kelet-nyugati divíziókról nem is beszélhetünk, pusztán arról, hogy azok a játékosok, akik itt voltak, most egy gyakorlatilag egy 4x10 perces normál szabványi mérkőzésen játszhatnak újra együtt. Biztos vagyok benne, hogy többen már van, akik évek óta nem találkoztak. Ez most gyakorlatilag egy ilyen összejövetel. Sárvár Járán első büntető kísérlete. Ez most lejött, ugye 10-6-os fehér csapatvezetés.
Hiába küzdött, Szilágyi Gáspár megszerezze a labdát. A feketéknek ítélték. Ez egy hosszú paszt, majd hogy nem térden állva sikerült levennie Dunai Péternek. Gubik Dávid, Mészáros Márk, közben egy ügyes labdaszerzés, Labati Gergő. Csehi Máté, Szilágyi Gáspár. És 20 másodperc van hátra ugye az első negyedből, és akkor ahogy korábban ígértem, igen, ez lépésiba, ahogy korábban ígértem, a mérkőzés második felében magát a mestert várjuk ide a kommentátori állásba. Ő fogja majd közvetíteni a harmadik és negyedik negyedet, közben nagyon szép labdaszerzés Gubik Dávidtól, és le is telt az idő. Jön a közben a második negyed, cserék. Jó hír az, hogy mind a két csapatban bőven van játékos, bőven lehet cserélni. Van lehetőség a játékra. A fekete csapatban Tóth Baranyi Rihárd, Fekete Krisztina Kökény, Vivien, Widner Dóra, Fazekas Csaba a pályán, fehér csapatban pedig Widner Attila, Cseri Patrícia, Gubik Dávid ugye, aki most vette át az ünnepi ceremónián az év kosarasának járó díjat, aki kitartásával sikerült elérnie, elsősorban is a csapat iránti alázata miatt kapta meg. Nagyon hasznosan játszott a mai nap folyamán, és azt gondolom, hogy megérdemelten kapta meg ezt a címet. Ugye ez most már hagyományosan a csapat fennállásának születésnapján ünnepeljük ezt a címet, amikor odaadományozzák egy játékosnak az év kosárlabdázó címet. Itt már többször több díj is átadásra került, a korábban Cseri Patrícia, akit most éppen a pályán is látunk, de akár említhetném Jónás Kornélt, aki valószínűleg a mai mérkőzésen nem fog, vagy nem tud játszani, de egyébként itt volt a nap folyamán. Közben nagyon szép három pontos láttunk Tóth Baranyi Rihártól. Gubik Dávid. És egy gyors palánk alatti forgásból egy szép kosár, Kökény Vivien, a korábban említett női kosárlabda csapat irányítója volt, ugye ő most jelenleg Szegeden tanul. Közben egy faul volt, a Fazekas Csaba mindent dobó kísérleteit láthatjuk. Az első az most kimaradt. Nézzük a másodikat. Az is kimaradt, Widner Dóra szerezte meg a lepattanót. Nézzük, egy három pontos kísérlet, Widner Dóri. Ez most lejött, Fazekas Csaba. És a gyors kontra is lejött a palánkról, szinte gyűrűből szédült ki. Vidman Attila. Rövid lett a dobás. Tóth Baranyi Rihárd, Fekete Krisztina, Kökény Vivien, Widner Dóra. Á, és nem bírta már Dóri elérni a labdát. Vidman Attila hozza a játékba a labdát, közben 14-9-es fehér vezetés. Ismét a feketék hozzák a játékba a labdát. Nagyon szép mozdulat volt, ez most már ilyen kifejezetten a trükkre ment rá a játék, sajnos a dobás kimaradt.
nézzük járatját, próbálják meg passzolgatni a labdát. Három pontos van, aki futott Tóth Balanyaricsi, és második három pontosát dobta már ebben a negyedben. Cseri Patrícia, Vidner Attila, be a palánk alá, ez jó elképzelés lett volna. Közben egy tiszta szerelés, Fazekas Csabától. És itt egy visszajátszás. Most a fehéreké lesz a labda, a fehérek ugye már támadnak is át. Be a palánk alá, dobás kísérlet. Ez lejött, még egyszer, és másodjára már, harmadjára már benne is van. Hoppla, majdnem egy pici lépés hibával ment tovább a játék. Vidner Attila inkább kipasszolta, a többieket szeretné inkább játszatni. És egy régi játékosunk, Nagy Dominika jött be a pályára. Jelleg Kecskeméten tanul, ő is az utánpótlás lánycsapat tagja volt, nagyon sok mérkőzésen sok kosarat szerzett. Akik már régóta követik a keceli kosárlabdát, azok tudják, hogy jó pár mérkőzésen is, amit közvetített a keceli TV, ott ezeken a mérkőzéseken rendre láthatok Dominikát is játszani. És egy szép középtávú dobást láttunk Bóna Bálintól. Négy perc, 25 másodperc van hátra Vidner Dóra. A Vidner testvérek nagy harcát láthattuk most éppen. Úgy látom, hogy Dóra maradt alul a... Nem. Attila maradt alul a harcban. Bepassz próbált, van nagyon jó elképzelés volt, láttunk Fazekas Csabától, de rájöttek, hogy mit szeretne csinálni. Közben egy gyors labdaszerzésből egy szép lefutást láttunk Vidner Attilától, gyorsan hozzák is a feketék a labdát, Tóth Baranyi. Egy újabb labdaszerzés Vidner Attila, most már 2-1 ellen nem megy bele a játékba, de mégis belemegy. Próbálj megforgatni Tóth Baranyi Riárdot, Szilágyi Gáspár, és egy fault. Szilágyi Mester két büntetőjét láthatjuk. Az első az jó is. És a második is jó. Bravo, Gazi bácsi, szép volt. Kökény Vivian. Lányok most egy picit el vannak tűnve ebben a játékban. Nem nagyon mutatják a tudományukat, pedig azért nagyon jó dolgokat tudnak. Pedig a háromszögeléses taktika nagyon jól működött, nagyon jól áradták a labdát, de Szilágyi Mester elérte a labdát, közben itt egy nagyon szép dobás blokkolást láttunk. Tóth Baranyi Rihártól Vidner Attila dobását blokkolta. Újabb három pontos kísérlet. És ez most le is jött a gyűrűről. Két perc, 40 másodpercnél tartunk. 22-12-es fehér vezetés. Cseri Patrícia, Vidner Attila, Szilágyi Gáspár, Nagy Dominika, egy nagyon szép ráfordulással, jó erős centerjátékkal. Ez a dobás most tudjuk be az első dobásnak, bízunk benne, hogy a további az be fog menni már. Fekete Krisztina kipasszolt Kökény Viviennek, Tóth Balanyi Richard. Három pontos kísérlet, ez lejött, de Fazekas Csaba ügyesen megszerezte a lepattanót, ő is egy három pontost
ereszt maga dobás lejött, sarkazás, Vidnar Attila, Cseri Patrícióval fut a túloldalon. Attila elsősorban szerette volna őt megjátszani, ugye közben takarásba került, nem bírta neki átadni a labdát. Tudott Balanyi Richard, és egy fault után egy szépen értékesített betörés, és itt ugye a gratis büntető. Jó is a kosár, ezzel ugye 3 ponttal gyarapítva fekete csapat eredményeit. Szilágyi Mester közben azért utólagosan is elnézést kért a faultér. Hát nyilván az osztárgáknak elsősorban ez a szerepe, fair play, meg ez a baráti játék. Egyetlen maga a kosárlabda hagyományának az öregbítése. Elvégre is ezért vagyunk itt. Nagyon szép labdaszerzés, Kökény Vivi. Vidner Dóra. Betörés. És egy nagyon szép horogdobás. Bravo, Vivi. ...38-37 másodperc van hátra ebből a negyedből. Közben egy kisebb ütközés. Vidnar Attila, lejött a dobás. Egy gyors indítás be a palánk alá Fazekas Csabának. És egy zicser dobás. Lejött dobás, 10 másodperc, Tóth Balanyi Richard. És egy nagyon szép zsákolás. Köszönöm a figyelmet. Kecsés Tamás operatőr kollégám nevében is, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Át is adom akkor a szót a hamarosan érkező Szilágyi Gáspárnak, és akkor ő fogja a továbbiakban kommentálni a mérkőzést. Következik a Keceli All-Star Gála második fél ideje. Közben bírót cseréltünk, a második fél időt az utánpótlás korosztályú játékosok edzője Suhajda Magdolna, mint játékvezető vezeti. A második fél időt kezdi a fehér csapatban szám nélkül Patai Dávid, 12-esben Csehi Máté, 6-osban Fejes Arnold, zöld cipőben, zöld nadrágban szám nélkül Lavati Gergő, és 5-össel Sárvári Áron. A fekete csapatban 15-össel Matusik Tamás, 8-assal Molnár Ákos, piros nadrágban szám nélkül Vilmos, 10-kel, 10-essel Mészáros Márk, 14-essel Gubik Dávid. Matusik Tamásnál a labda, vezeti, dobás. Jó, 2 pont. Elég önző megoldás volt, de legalább sikerrel járt. Sárvári hozza a labdát, ő irányítja a fehér csapatot, passzol Fejesnek, Csehi, dobás. A lepattanó a feketéktől Mészárosé. Mészáros hozza, adja Matusiknak. Matusik passzol Molnárnak. Sárvári labdaszerzés. Indítás Fejesnek, és egy zicser, jó is. Molnár hozza a labdát, passzol Mészárosnak. Mészáros tovább, dobás, pont. Gyorsan pörögnek az események, a védekezés nem túl erős pontja egyik csapatnak sem. Sárvári a labdával. Sárvári még. Sárvári, zárást kér. Lavati zár, kapja a labdát. Betör, tovább, Csehi, dobás, jó. Molnár ismét hozza a labdát. Molnár. Molnár még. Molnár, tripla kísérlet. Jó!
Sárvári labdával, Sárvári, fejes, tripla kísérlet, nagyon távolról, lepattanó Gubiké, indítja is Molnárt. Matusik, dobás, lepattanó, megvan a feketéknek, Mészáros, dobás, jó. Sárvári labdával, az eredmény 26-30 a feketék javára. Sárvári bűvészkedik, dobás, lepattan, Lavatié felteszi, Gubiké a lepattanó. Matusik indítja, visszaszerzi, Matusik passzol Molnárnak, Molnár dobócsel, lepattan. Lepattanó Sárvárié. Sárvári indul, nagyon gyors. Sárvári fordul, tovább Patainak, Patai, és egy nagyon szép dobást láthattunk, kár, hogy lepattant. Lavati megszerzi, adná ki, egy blokk Gubiknak. Gubik pedig indítja Molnárt, aki egy okos zicserrel fejezi be a támadást. Sárvári még fejessel megbeszélik, mit fognak játszani. Kapja és fejes a labdát. Fejes kap egy zárás Csehitől. Fejes dob Nulszakből, lepattan. Matusiké a lepattanó, Molnárt indítja, Molnár viszi, Sárvárira egy az egyben. Egy csel, a dobás nem jó, Matusik megszerzi a lepattanót, aztán elveszíti. És a fehérek már is indulnak Lavati révén. Lavati csel, dobás, egy falt Mészárostól nem tudja megállítani, kiharcolt még egy plusz dobást. Lavati Gergő, a Félegyháza játékosa, Keceli nevelés, az idén már a jövő bajnokaiban folytatja pályafutását. Jövő bajnokai tavaly az ország 8 legjobb csapatának egyike volt. Nagy megtiszteltetés Gergőnek, hogy bekerülhetett. Közben a fehérek hárítanak el egy támadást. Sárváriról megy ki a labda, a feketék dobhatnak oldalról. Gubik dobja be, Matusik. Lavati szerzi meg. Lavati viszi, passzol Sárvárinak, Sárvári balkezes, és balkézzel nagyon szép zicser dob. Még mindig a feketék vezetnek, de a fehérek labdát szereznek. Most visszaadja Sárvári a kapott labdát Lavatinak. Ezzel egál 32-32 a harmadik negyed, hatodik percében. Egy lépéshiba Matusiktól, nem sikerült megállni. Igazából nem tudta ő sem, hogy mit szeretne, hogy szeretné befejezni. Fejes adja be a labdát, Sárvári hozza, Sárvári még. Patainak egy erős passz, Patai nem számított rá, vagy csak lyukas volt a keze, és nem sikerült elkapni. Majd a legközelebbi, azért megköszönni a passz Sárvárinak. Molnár hozza, Mészárossal fognak együtt összejátszani, azt gondolom. Nem, egy kiosztás. Mégis bemegy Mészárosnak a labda. Megpróbál egy dobást, Gubik megszerzi a lepattanót, vissza Mészárosnak, nagyon szép centerjátékot láthattunk. A két center játszott össze 10-essel, Mészáros Márk és 14-essel Gubik Dávid, nagyon szép volt. Sárvári hozza már a labdát, Sárvári még, fejes, Csehi távolról, nem sikerült a gyűrűt sem eltalálni, de Patainak megvan még a labda, nem, elvette Mészáros tőle. Molnárnak a passz, Molnár dob, nem jó. Gubik megszerzi a lepattanót, támadó lepattanó, adja tovább. 3 másodperc letelt, túl sokáig tartózkodtak a körtén belül a fekete játékosok a támadásban, és ezt a bíró megelégelte. Sárvári hozza a labdát, Sárvári középen. Egy bepassz kísérlet Lavatinak, de Matusik elhárítja. Molnár egy passz, ami gólpasszá érett. Lavati hozza a labdát, Lavati, még mindig hozza a dobás, és védekező lepattanót szed Gubik, Matusik indítja Molnárt, Molnár dob, de Sárvári levédekezte Patai a lepattanó, fejes hozza a labdát, fehérek támadnak, a tempó nem egy egetverő, de egy All-Star meccshez azt gondolom, hogy ez is illik, itt már senki sem akar megszakadni. Dobás,
Fejesnek nem sikerült a mérkőzésen mutatott távoli triplákat megtartani erre az időszakra. Most a gyűrűt sem találta el. Csere lesz, úgy látom sor cserélnek a feketék. Fehérekből is beszáll Widner Attila. A legifjabb edzőnk, a fiú csapat edzője. És Bagi Bertalan. Bagi Bertalan, aki Kiskunhalasról érkezett, és aki az utánpótlás nevelésben Kecelen elévülhetetlen érdemeket szerzett, hiszen a lánycsapat neki köszönheti a technikáját. Technikai edzőként tevékenykedett 3 éven keresztül Kecelen. Ő vele építette ezt az egyesületet a vezetőség, és mai napig fontos tanácsokkal látja el a csapatot. Nála a labda, egy bepassz, Sárvári szerzi meg, Tóth Baranyi szerzi a lepattanót, indítja Kökényt, de Kökény Vivien, a keceli csapat első csapatkapitánya, nem volt elég magas ehhez a passzhoz. Feláll a védelem, fekete csapatban Tóth Baranyi Richard, Widner Dóra, Kökény Vivien, Alexandra és Fekete Krisztina. Kökény Vivien a labdával, ő volt a lánycsapat irányítója. Jelenleg a Szegedi Közgáz játékosa. Csehi hozza a labdát, közben egy elrontott támadást láthatunk a feketéktől. Lavati hozza, Lavati még adja Widnernek, Widner teszi föl és nincs bent. Tóth Baranyinál a labda, Tóth Baranyi Kiskunhalason és részben Kecelen nevelkedett játékos. Widner szerez labdát, szabálytalanul. Tóth Baranyira visszatérve a felnőtt csapat egyik oszlopa lehet. Nagyon számítunk rá hosszú távon. Nagyon jó atlétikai képességekkel megáldott fiatal játékos. 20 éves. Kökénynél a labda. Kökény. Kökény, Tóth Baranyi. Widner. Widner Dóra a lánycsapat legjobb játékosa. Dobás. Kimarad. Kökény. Nem bírja bejátszani. Csapdáznak a fehérek. Sárvárinál a labda. Miután Csehi megszerezte, indítja Bagit. Bagi tovább Lavatinak, és ez egy gólpassz volt, mint Lavati ponttal hálált meg. Widnernél a labda. Widner Dóra, Kökény Vivien. Kökény Vivien, Kökény Vivien hozza. Kökény Vivien még, Alexandra, Tóth Baranyi. Fekete Krisztina, Fekete Krisztina, 3 ember között. Kökény Vivien, dobás, lepattan. Fehéreké a lepattanó. Csehi szerzi, indítja Lavatit. Egy kicsit hosszúnak érzem, de Lavati visszahozza Widnernek, aki befejezi. Szandra vezeti a labdát, adja Widner Dórának. Tóth Baranyi Richard. Tóth Baranyi Richard varázsol. Kapja Widner Dóra. Widner Dóra varázsol. Agi Bertalannal, edzőjével szemben. Baranyi Richard. Sárvári Áron, Bagi Bertalan. Bagi Bertalan hozza Widner Dórával szemben, kapja vissza a labdát, és egy dobás kísérlet, lepattan. Csehi labdát szerez, és lepattan, Fekete Krisztina szerzi meg. Ezzel vége is a 3. negyednek, az állás 38-36 a fehérek javára. Fehérek támadnak, elkezdődött a 4. negyed, Widner Attilánál a labda. Gergőnél. Egyszerre Dunai Péter hozza, adja Fazekasnak, az egyesület alelnökének, Fazekas Csaba pedig ponttal hálálja meg. Fazekas Csaba, még Suhajda Kitti hozza labdát, ő a lánycsapat egyetlen játékos, aki egy mérkőzésen 40 pontnál is többet tudott dobni. Hát ez egy elég gyenge dobás kísérlet volt, látszik nincsen formában, nincsen játékban. Fazekas adja be a labdát Dunainak, Dunai adja Tóth Baranyinak, aki egy elfucserált dobással fejezi be, de Fazekas visszaszerzi az elvesztegetett labdát, és ponttal korrigálja Tóth Baranyi hibáját. Widner hozza a labdát, Widner még, Widner Attila,
kicsit tanástalannak érzem a fehéreket. Van egy kis mozgás, a pályán kívülre lépett. Bíró nem vette észre szerencsére, viszont a labda kipattan. Fazekas fogja bedobni. Fazekas, Tóth Baranyi. Tóth Baranyi a labdával. Tóth Baranyi, Fazekas. Kiosztás Dunainak. Suhajda tovább. Baranyi körbeadogatnak. Feketék. Baranyi betör. Fazekas pedig megköszöni a gólpaszt. Hozzák a fehérek a labdát. Suhajda Kitti egy kicsit meglepődött, de Patai megmentette a labdát. Fekete csapatból Dunai fog dobni. Dunai Zitzer gól. Widner adja Suhajda Kittinek, Suhajda Kitti hozza, egyszerre két Suhajda van a pályán, a feketéknél Suhajda Ákos és a fehéreknél Suhajda Kitti. Suhajda Ákos hetesben a feketéknél. Újabb fekete labdaszerzés, amit visszavesznek a fehérek, Widner Attila szerezte vissza. Widner Attila lepattan. Fazekas szerzi a lepattanót, adja Tóth Baranyinak. Tóth Baranyi egy hatalmas zsákolással köszöni meg a gólpaszt. Widner akarta Nagy Dominikának beadni a labdát, csak Nagy Dominika nem pont erre számított. Bedobás a feketéknél. Dunai. Dunai hozza a labdát. Dunai a Kecskemét játékosa volt a tavalyi évben, az idén tért vissza az egyesületbe, nevelő egyesületébe. Suhajda Ákos. Dunai Péter. Irányító poszton bevethető. Dunai varázsol. Tóth Baranyi adja Fazekasnak. Ez a Tóth Baranyi Fazekas kettős, ez elég jól működik a pályán. Reméljük a későbbi felnőtt csapat erre tud majd alapozni. Suhajda Kitti hozza a labdát. Kicsit nagy volt az elán, így Suhajda Ákos elvette tőle, aki indítást kap. Kiosztás Tóth Baranyinak, Tóth Baranyi tripla kísérlete. Lejön Patai, szerzi a lepattanót. Widner a labdával, Widner még, Widner, 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 Widner. Adja Patainak, kapja vissza, de szép játék. Kár, hogy kimarad a zicser, de Patai visszaszerzi a lepattanót, és ő is kihagyja. Dunai szerzi a lepattanót. Tóth Baranyi egy hátrafelé zsákolással köszöni meg a kiosztott gólpaszt. Mint mondtam, egész jó atlétikai képességekkel rendelkezik a fiatalember. Jól is emelkedik közben Nagy Dominika, a női csapat volt centere. Fejezi be egy ponttal a fehérek támadását. Fazekas kapja közben a feketéknél. Fazekas, Widner Dóra. Widner Dóra, egy pörgés. Ez az ő védjegye volt, még a tavalyi évben, amikor még formában volt, akkor ez biztosan bement volna. Két Widner, a Widner testvérek vannak a pályán, feketéknél piros nadrágban Widner Dóra, és a fehéreknél tízessel Widner Attila, aki éppen a palánk alatt forgolódott, majd Suhajda Kitti egy ponttal fejezi be, tehát Suhajdából és Widnerből is 2-2 van a pályán. Tóth Baranyinál ismét a labda. Tóth Baranyi minden poszton feltűnik, nagy kedvel játszik. Widner Dórának egy kicsit hosszú lett a passz, vagy csak nem számított rá. Újra a pályán Bagi Bertalan, Lavati Gergő és Cseri Patrícia a fehéreknél. Csehi Máté jön Widner Attila helyett. Cseri Patrícia labdával. Ő a Kiskunhalasi Sziládi női csapatának irányítója, Kecerről ott folytatta sportolói pályafutását, közben Tóth Baranyitól láttunk egy újabb zsákolást, egy indítás után. Azt gondolom, az All-Star Gála méltó befejezése ennek a csodálatos mai napnak, ami két keceli győzelemmel zárult, illetve két keceli kupa győzelemmel. Csehített fel közben egy beadott labdát. Nagy harcol Tóth Baranyival a labdáért. Tóth Baranyi elhozza. Egy kicsit erős passz Kökény Viviennek, aki tovább vagy a Fekete Krisztinának.
aki egy elég magas dobással próbálkozott, viszonylag kevés sikerrel. Bagi Bertalan hozza a labdát. Bagi Bertalan, ő a Sziládi csapatának jelenleg az edzője. És egy triplával köszöni meg a helyzetet. Mi pedig köszönjük neki, hogy részt vesz ezen az All-Star gálán. Közben a fehérek cseréltek. Bagi Bertalan hozza el a lepattanót. Bagi Bertalan kedves tanítványával, Vidner Dórával szemben. Dóra védekezik és ellene. Bagi Bertalan pedig ad egy gólpaszt, miután Nagy Dominika jól zárt. És ezzel helyzetet teremtettek Lavati Gergőnek. Kökény Vivien, Fazekas Csaba. Az egyesület alelnöke tovább Fekete Krisztinának. Nagy Dominika lábbal hárít, láb, feketék jönnek. Tóth Bajony Rihárd beadja Kökény Viviennek, Kökény Vivien az irányító, beadja Fekete Krisztinának, Fekete Krisztina kiadja, nem tud dobni Nagy Dominikától. Kökény Vivien betör, egy dobás, lejön sajnos. Bagi Bertalan viszont indul a megszerzett lepattanóval. Egy kis varázslás, egy kis láb közötti átvétel, egy-két trükköt láthatunk. Jó az öreg a háznál. Még ha a szeme nem is a régi már. Kökény Vivien hozza a labdát. Kökény Vivien, elég elkényelmesedtek a csapatok így a negyedik negyed végére. Fazekas Csaba próbálkozik egy triplával, de hát ez nem az ő posztja, így nem is csoda, hogy lejön a lepattanó. Ő inkább erőcsatárként tevékenykedik, majd fejjel visszaadja Bagi Bertalan által elküldött hármas kísérletet. A bohózkodás vége, hogy a fehérek pontot szereznek, és három pontra megközelítik a feketéket. Az állás 52-49 a fekete csapat javára. Feketéknél Vidner Dóra, Tóth Baranyi egy tripla kísérlet. Lejön. Nagy Dominika üti tovább. Vidner Dóra megszerzi. Tóth Baranyi kap egy faltot. Fehérek centerétől dobhat kettőt. Lássuk, hogy az atlétika mellett a dobás is jól megye. Hát az első kimarad. A másodiknál is kimarad, de Fazekas javítana, de nem sikerül neki az ittszert feltenni, pedig egy parádés megoldást választott. Fehérek közben hozzák a labdát, Lavati Gergő. Kökény Vivien nyúl bele a labdába, akadályozva meg ezzel a támadást. A fehérek fognak dobni az alapvonalról. Visszatér közben Vidner Attila, a kismester újra pályán. Bagi Bertalan adja a kismesternek, Vidner Attila eladja Kökény Viviennek a labdát. Kökény Vivien irányít, hozza a labdát, Kökény Vivien még elmegy két ember között. Tóth Baranyinak a labda, aki egy parádés megoldással teszi fel. Nagyon szép. Bagi Bertalan hozza a labdát, Bagi Bertalan egy hát mögötti csodálatos passz a centernek, és egy tripla kísérlet, Ülis! Jó az öreg a háznál, mint mondtam az előbb. Főleg, ha ilyen jó keze van, mint Bagi mesternek a három pontoshoz. Fekete Krisztina kapja közben a labdát a feketéknél. Adná tovább Fazekasnak, de Lavati szemfülesen megszerzi. Lavati Gergő, mint már említettem, a félegyháza játékos, a játékban is van, ez látszik. Vidner Attila adja tovább Nagy Dominikának, Nagy Dominika tovább Bagi Bertalannak, Csehi Máté. Csehi Máté, és közben Bagi Bertalan beért a palánk alá, és megszerzett a lepattanót. Be is oszt egy gólpaszt Vidner Attilának. Kökény Vivien a labdával, Vidner Attila vele szemben. Kökény Vivien, Fazekas Csaba. Fazekas Csaba adja Tóth Baranyinak. Tóth Baranyi kiviszi a triplán kívül, adja Fekete Krisztinának. Kökény Vivien, Tóth Baranyi Rihárd. Tripla kísérlet lejön. Nagy Dominikának majdnem megvolt, de így a feketék jöhetnek. Vidner Dóra adja be, Fazekas Csaba érkezik. Nem sikerült átvenni a labdát megfelelően. Lavati Gergő hozza a labdát, 3-2 ellen. Gergő meg is oldja látszólag, de lejön a lepattanó. Vidner Dóra kapja is az indítást. Vidner Dóra egy paszt Tóth Baranyinak. Feketék visszaszerzik, Fekete Krisztina. Megy a passzolgatás, és közben az idő leszáll.
Nagyon korrekt, 54-54-es eredménnyel zárul a mai nap. Köszönöm a kedves tévénézőknek, hogy a kosárlabdát választották. Köszönöm, hogy itt lehettünk. Viszontlátásra.